Jó napot kívánok, ez itt a Francia Politika következő adása, és a stúdióban itt van velem Novák Katalin, államtitkár, a Fidesz alelnöke. Nagyon sok szeretettel köszöntöm. Sok szeretettel köszönöm én is a tévénézőket. Aki egy bujkáló franciás, vagy nem is annyira bujkáló franciás, csak erről kevesebbet beszélünk, hogy szinte a teljes pályafutását, ami a tanulmányait illeti, francia vonatkozású iskolákban töltötte. Úgyhogy az első kérdés, hogy hogy lesz valaki franciás? Talán érdemes Szegeden születni hozzá, ez rögtön egy jó kiindulási pont, hiszen Szeged az egy frankofon város, az volt gyakorlatilag mindig, és a mai napig az. Meg egy olyan családban, ahol a nagy-nagybátyám, tehát a nagy szülői szinten lévő nagybácsim, ő francia tanár, olyannyira, hogy ő a mai napig 102 évesen lassan. Ő a francia tanároknak a doájenje. Most csöndben irigykedünk. Igen, valóban most már jövőre lesz 102 éves, tehát most már betöltötte a 101-et, és a mai napig gyönyörűen beszél franciául, bármikor spontán egy fél órás francia előadást, vagy akármilyen hosszút tart, és nagyon tájékozott is a mai napig a francia vagy frankofón ügyekben. Úgyhogy kellett ez is hozzá, hogy olyan iskolába jártam, ahol a francia nyelvet már harmadik osztálytól lehetett tanulni, én akkor ezt el is kezdtem, ez volt az én választott nyelvem, akkor már angolul külön tanultam, és amellé nagyon jó volt a francia, és utána Béla bácsihoz, az én nagybácsimhoz jártam külön órákra is, és az is sokat segített, hogy ő másképp tanította a franciát, mint ahogy az iskolában, ez a kettő nagyon jól kiegészítette egymást, úgyhogy ez volt a kiindulási pont, és utána igazából én már a gimnázium után nem tanultam kifejezetten franciául. De használta itt, ahogy nézegetem, hát Szegeden közösségi és francia jogi képzés, ugye ma is van egy francia egyetemi központ Franciaországban, vagy bocsánat, Szegeden. Igen, én annak jogelődjében tanultam, akkor már a közgázra jártam itt Budapesten, de mellett elkezdtem Szegeden a jogot, illetve ezt a francia és közösségi jogot. Ez egy francia nyelvű képzés volt, és a Paris-Nanterre egyetemmel együttműködésben volt ez az egész, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen távképzés volt. Franciaországból jöttek a tanárok, és ők tanítottak közösségi és francia jogot nekünk, úgyhogy valóban ez az egyetemi évek alatt párhuzamosan zajlott a közgazdasági tanulmányokkal, és aztán volt szerencsém annyira, hogy kimehettem Franciaországba ösztöndíjjal is. Bizony, nem akarom itt a nézőket a teljes életrajzával soronként sokkolni, de hát azért itt a nagy iskolák, a nagy tekintélyes iskolák, ugye a Sciences Po, és az ENA, tehát a közigazgatási posztgraduális iskola is itt van az életrajzában. Ne azt mondja el, hogy pontosan mit végzett és mit tanult, hanem inkább az, hogy mit tanult a franciáktól. Tehát mi az, amit úgy hozott el, hogy hú, ez annyira franciás, és ez olyan jó lenne nekünk is megtanulni. Egyrészt Párizs, tehát az, hogy élhettem kint Párizsban, utána később voltam még kint a külügyben is gyakorlaton, amikor már itt van a külügyminisztériumban dolgoztam, és volt alkalmam többször is húzamosabb ideig Párizsban élni, ettől azt a várost is megszerettem, megismertem, és a mai napig otthon érzem magam Párizsban. Egyáltalán azt szerintem minden fiatalnak érdemes kipróbálni, hogy milyen külföldön élni, hogy milyen például, csak mondok egy, és akkor ez most nem a legfontosabb tartalmi eleme annak, hogy mit hoztam el onnan, de mondjuk azt a tapasztalatot, hogy ott albérletet szerezni, vagy ott lakást találni, aki már próbálta, elképesztően nehéz, tehát ott fölértékelődnek ezek a dolgok, és hogy ilyen dossziéval kell megérkezni, és megjelölik, hogy melyik nap hány órakor lehet megnézni a lakást, és nem mi választunk albérletet, hanem a bérbe adó választja ki azt, hogy ki veheti ki aztán a lakását. Tehát, hogy megtanulja értékelni azt az ember, ami itthon van, akkor, hogyha látja, hogy ez nem evidens, hogy máshol is így van. Tartalmilag pedig azért azt hiszem, hogy megismertem valamelyest a franciákat, a francia gondolkodást, a francia mentalitást, és a tanulásnál is, ami nekem akkor pozitív volt, azért ez nem tegnap volt már, az, hogy mondjuk egy Sciences Po-n, akkor volt nekem először olyan élményem, megmondom őszintén, hogy megkérdezték tőlem, hogy mit gondolok valamiről. Tehát a véleményemre is kíváncsiak voltak. Azt hiszem, hogy egy disszertációt kellett írni, és ez egy kulturális sok volt. Az is volt, hogy és akkor nagyon fontos volt, hogy hogyan tagolja az ember, és az ilyen szempontokra is odafigyelni, de erre itthon is figyeltünk. Tehát, de hogy véleményt mondani. De az, hogy az volt a vizsgán, hogy megszoktam, hogy a lexikális tudásra kíváncsiak, az alapvetően itthon akkor még ez volt a gyakorlat, hogy mindig a lexikális tudásunkat
kérdezték vissza, és amikor készültem föl a vizsgára, mindent megtanultam, és oda mentem, és ott volt a papíron, hogy akkor mondjam el a véleményemet erről és arról, és ugye először le is sokkolt, hogy akkor ez most hogy lesz, hogy én véleményt kell, hogy mondjak bármiről is, és persze kiderült, hogy abból aztán ugyanúgy kiderül az embernek a felkészültsége, a tudása, hogyha egy véleménybe ágyazva, vagy egy hosszabb értekezésbe ágyazva mondja el, és nem csak lexikális tudást kell visszaadnunk. Ez mindenképpen egy pozitív tapasztalat volt, és általában hát azt már később nem is az egyetem alatt, bár az egyetemen ugye ezek úgynevezett ilyen elit egyetemek voltak, ahova tényleg a franciáknak is a krémje jár, ott azért tehát nem azzal a társadalmi réteggel találkoztam. Erősen felső középosztály. Önnek sikerült baráti kapcsolatokat kialakítani? Amikor én magam a Sciences-on voltam, akkor azt mondták, hogy ne is számíts rá, hogy a franciák barátkozni fognak, ha már egy francia megkíva lakására, akkor már nagyon-nagyon nagy barátok vagytok. És kialakult egy ilyen vendéghallgatói kör, és mindenki tudta, hogy milyen a státusza. Önnek nagyobb sikere volt ebben az ügyben? Valahogy egzotikus volt szerintem az, hogy én ilyen kelet-közép-európai ember vagyok, és ettől volt talán az, hogy igen, voltak ilyen tanulócsoportok, és akkor így eljutottam, még az otthonába is jutottam el francia diáktársamnak. Felicitáció! Köszönöm. De nem alakultak ki mondjuk olyan életre szóló kapcsolatok, vagy életre szóló barátságok egyáltalán. De nagyon érdekes volt például az már az ENA-nál inkább, ugye az ENA, most mondhatnánk azt, hogy az NKE, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az hasonlóan modellre épült. Ugye az ENA-ban az a különbség, hogy diplomás emberek mennek már. Így van, az már, tehát azt mondom, hogy a legközelebb talán az áll hozzá a magyar gyakorlat szerint, aki talán a francia viszonyokban otthonosan mozog, annak mind a Sciences Po, mind az ENA mond valamit, mindig ebből jól föl lehet mérni szerintem, hogy ki mennyire ismeri az ottani helyzetet, mert aki pedig nem, az se tudja, hogy miről beszélünk. De mondjuk az ENA-n is az érdekes tapasztalat volt, hogy ott mennyire működik az, hogy ez az életpályája egy fiatalnak, és ezt képzeli el, és hogy ő megy a konkurra, és hogy tudja, hogy biztos, hogy ezen az úton akar elindulni, tehát hogy van egy olyan elitképzési rendszerük, ami akkor nekünk egyáltalán nem volt, most már, ha nem is mondom, hogy nagyon nagy múlttal rendelkező, de azért már csak-csak van valamilyen hasonló nálunk is, de hogy ezt a franciák nagyon tudatosan csinálják, és igazából, hogyha valaki ezeket az iskolákat nem végezte el, esélye sincs. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért ez az osztályoknak az ilyen típusú kialakulása, azért az ott nagyon-nagyon működik. Tehát, és ezek közötti átjárás az gyakorlatilag egyáltalán nincsen. Tehát ezt is ott tapasztaltam, tanultam meg, és aztán persze a külügyben már teljesen más dimenziókat, ott inkább azt tapasztalhattam meg, hogy mondjuk mennyire másképp gondolkodik egy francia a külpolitikáról, vagy mennyire más szereplőnek tekinti magát. Na, ebbe belekapaszkodok. Mondjon erről két mondatot nekünk. Hát mindenképp egy nagyhatalmi aspektusból néznek mindent. Tehát nincs külpolitikai rovat a híradóban. Például. ők kevésbé érzik kiszolgáltatottnak magukat annak, hogy mi és hogyan történik a világban, és tekintettel arra, hogy egy volt gyarmattartó birodalomról beszélünk, ráadásul ez is bennük van, hogy mondjuk a fejlesztés politika az ugye számukra mindig is kiemelten fontos, de azért ezt egy ilyen volt gyarmattartói szempontból is nézik a mai napig, de hogy az például egy nagyon fontos szempont számukra. Érdekes volt, az egy gyakorlati tapasztalat volt, az nem ezen az elvisíkon, hanem a gyakorlatban, hogy amikor a külügyminisztériumban voltam, akkor megtapasztaltam elég közelről azt, hogy hogyan viszonyulnak a sajtóhoz, hogy milyen sajtó briefingek vannak, hogy milyen profin kezelik a médiát, hogy milyen a viszonya az újságírókkal, hogy milyen közvetlenül beszélt mondjuk egy külügyi szóvivő, látszott, hogy napi szinten hogyan tárgyalnak már akkor az újságírókkal. Ez is egy olyan üzemszerű működés volt, amit érdemes, vagy érdekes volt meglátni közelről is, megtapasztalni, és persze azt is, hogy a kantinban minden további nélkül borozgatnak ebédidőben a franciák, tehát ami nálunk az első kultúrsok viszonylag elképzelhetetlen, hogy valaki munkaidőben hivatalosan a munkahelyén alkoholt fogyasszon, az ott náluk a lehető legtermészetesebb dolog, tehát kulturális és szakmai tapasztalatai magyaránt gazdagodtak ott. Ez a külügyminisztériumi kaland, ez az ENA keretében volt, tanulmányi keretekben, vagy már mint a promóción részeként eldöntötte, hogy a külügybe szeretne menni? Ez úgy volt, hogy valahogy a két külügyminisztérium között született egy megállapodás, és lehetett egy ilyen
csere, hát mert csere, egyik irányú csere, tehát csak én mentem ki, de hogy lehetett szakmai gyakorlatot szerezni gyakorlatilag. De kapott volna lehetőséget, mint NA-s, hogy utána elhelyezkedjen a hogy teljes, teljesen hivatalos állásban, nem hiszem. Nem valószínű, azért ennyire nem nyitott nem. A francia kasztrendszer. Azért az üvegplafon, ha valahol, akkor ezekre a területeken nagyon működik. Amikor hazatért ezekkel a franciás tapasztalatokkal, és hát tulajdonképpen az egész pályáját a magyar államigazgatásban töltötte eddig is, mi az, ami a legnagyobb különbség volt, amit ilyen frankofil emberként úgy meglepődött, hogy jaj, hát ezt a franciák talán egy picit jobban tudják, itt egy kicsit ezt mi is átvettünk. Tehát volt valami ilyen aha élmény, hogy miben működik máshogy a magyar közigazgatás? Igazából azt láttam, hogy az adminisztrációban nagyon profik. Tehát abban híresek. Ugyanígy volt, ez már egy másik ilyen kalandomnak a következménye volt, hogy voltam kint egyszer egy protokoll képzésen Franciaországban. Na hát az megint olyan, amiben nagyon profik. Tehát amilyen szinten náluk zajlik az állami protokoll, és annak minden egyes része, ahogy azt kidolgozzák, és amilyen professzionálisan minden ilyen tudásnak a birtokában vannak, ez például számomra egy nagyon pozitív tapasztalat volt, és jelez, tehát egy visszajelzés is arról, hogy ez milyen fontos, és hogy nálunk is én akkor ugye külügyben kezdtem el itt a pályafutásomat, és akkor egy pár évvel a külügyminisztériumban dolgoztam, és láttam azt, hogy igen, ebből bizony lehet tanulni, hogy ezeket például ezeket a protokollfogásokat, ezeket teljesen professzionálisan hogyan lehet átültetni itthon, és hogy milyen fontos az, hogy akár csak egy mezei diplomatának legyen az ilyen típusú képzettsége is magasabb, vagy hogy ne az legyen, ami azért akkor Magyarországon a divat volt, hogy amit aki otthonról hozott, gyakorlatilag azzal kellett boldogulnia. Ha ez ha megtanították késsel villával lenni idézőjelben otthon, akkor tudott, hogyha meg nem tanították meg, akkor hát szerencséje volt, hogyha ezt valahogy időközben felszedte, de semmiképp nem volt ez a képzésnek része, nem volt felvételi kritérium, és szerintem ez nem szerencsés, hogyha mondjuk egy diplomáciai karrierről vagy diplomáciai munkáról beszélünk, akkor fontos az, hogy ezek a készségek is rendelkezésre álljanak minden egyes diplomata esetében. Ön, aki most már ugye államtitkárként azért több nemzetközi tárgyaláson is részt vett, egyébként ennek van jelentősége? Tehát, hogy mondjuk föltűnik, hogy ő nem tud szépen enni? Tehát, hogy a szimpátiához, meg az ügyek sikeréhez ez hozzájárul? Én azt nem tudom, hogy ki mennyire figyeli. Én nagyon figyelem például, tehát, hogyha valaki látom, hogy egy terített asztalnál nem tud viselkedni, hogy zavarban van, hogy nem teszi föl a kezét az asztalra, mert csak az ölében tartja, és ilyen apróságok, vagy komolyabb dolgok, hogy nem tudja melyik evőeszközhöz hogyan nyúljon. Egyrészt azt szerintem az ő önbizalmának sem feltétlenül tesz jót, másrészt meg feltűnik. Tehát ezt észre lehet venni, és amikor igazából ezt lehet észrevenni, az, hogyha ez működik, az, hogyha ez készségszinten megvan, akkor azt lehet tapasztalni, hogy olyankor lehet a tartalomra koncentrálni, és nem ezzel bíbelődik az ember, hogy ki hogyan boldogulott az asztalnál, de ugyanez igaz rengeteg viselkedési formulára vagy momentumra is, hogy hogyan üdvözöljük egymást, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, azzal együtt, hogy nyilván Nyugat-Európában mondjuk ez az előzékenység, udvariasság, ami a magyar férfiak részéről általában adott, az például nem jellemző, mert ugye a nők kérik ki maguknak, hogy őket ne engedjék előre az ajtónál, vagy ne udvariaskodjanak velük. Ezt én nagyon szeretem, hogy Magyarországon nem így van, és én ezt a típusú hozzáállást el is várom a férfiaktól, még nemzetközi közegben is. Na hát akkor menjünk át a tartalmi elemekre. Amikor előterjesztéseket készítenek, és azért most már itt a Boszorkánykonyhában hosszú évek óta benne van. Gondolom megnézik a nemzetközi mintákat, mire lehet építeni, mennyire van benne a magyar kormányzat és közigazgatás fejében Franciaország ezen a térképen? Lehet, hogy ez sem véletlen, hogy én pont a családügyi területre kerültem, és ezzel foglalkozom, hiszen ott nagyon sokat veszünk a francia mintából át. Nem mondom azt, hogy feltétlenül a jelenlegi francia gyakorlatból, de volt egy olyan időszak Franciaországban, amikor tényleg nagyon komoly családpolitikai lépések történtek, és előrelépések is, és egy olyan családpolitikát folytattak, aminek számos elemét mi magunk is átvettük, alkalmazzuk. Aztán sajnos volt
egy olyan baloldali kormányzati időszak, amikor ezeket megnyírbálták elég rendesen Franciaországban is. Ez nem tett jót, tehát ez látszik is. Itt arra gondol, hogy az alanyi jogon járó támogatásokat átalakították jövedelem alapú. Mert ugye korábban az volt a vezérelv, amit mi Magyarországon is követünk, hogy ne tegyük függővé a jövedelmi helyzettől azt, hogy egy családot támogatunk-e a gyerekvállalás szempontjából. Ezen kívül van szociálpolitika természetesen, ami a jövedelem függő, de hogy alanyi jogon járhassanak tulajdonképpen különböző támogatások, illetve ez ne a jövedelemi színnek legyen a függvénye, és ez volt a francia vezérelv korábban még, és utána ezt megszüntették, és látszik is a hatása, tehát ez kifejezetten vissza is rántotta. A legutóbbi szám, amit láttam, ez a 2.0,1. Most már annál alacsonyabb, csökkent. Tehát 1,97 azt hiszem a legaktuálisabb. Most ugye csak a kedves nézőknek mondom, hogy itt ez a termékenységi mutatóról beszélgetünk. Ez ugye annyit jelent, hogy mondjuk nagyon-nagyon egyszerűen, mert nem ezt pontosan ezt jelenti, de lényegében az, hogy hány gyereket vállalnak átlagosan a fiatalok egy családban, hány gyerek születik. Ezzel Franciaország még mindig az első. Tehát a legjobban állnak. De nekik is 2,1 kéne, tehát még ők is alatta vannak. Tehát ők sincsenek. Hogy is hívják, helyettesítési rátának. Igen, hát annak a termékenységi színnek alatta vannak, ami elég lenne ahhoz, hogy ne csökkenjen a népességük, hogyha csak ezt a hatást néznénk. Persze nem csökken a népesség, Európában sem csökken a népesség a migráció miatt, de ennek ez az oka. És azt is sokan vitatják, hogyha már itt tartunk, Franciaország esetében konkrétan, hogy ebben mekkora hatása van a bevándorlásnak. Mert ugye a francia bevándorlás az nem tegnap kezdődött el, meg nem is 2015-ben, ott már több generációról beszélhetünk, ami bevándorló családoknak az első-második generációs leszármazottait láthatjuk ott, és ott élnek Franciaországban, akik hagyományosan magasabb termékenységgel rendelkeznek, mint az őshonos francia népesség, és ez is azért hozzájárul a magasabb termékenységi mutatóhoz. De ugye a vitát az is okozza, hogy van egy ilyen mechanikus összefüggés, hogy ott a 30 dicsőséges esztendőben, a 70-es évek közepéig ugye csökkent tulajdonképpen a ráta, és utána a 70-es évek közepén szinte párhuzamosan a bevándorlási viták, ugye akkor kezdett el emelkedni, és azóta fluktuál itt a kettő alatt egy picivel. Csak ugye nagyon nehéz bizonyítani az oksági összefüggés, de még és csak próbálják ezt elvitatni sokszor, és azt mondják, hogy igen, olyan megtisztított adatokat is néznek, amiben azt a kérdést teszik fel, hogy valakinek a nagyszülei is franciák voltak-e, ugye ez a vizsgálatnak az alapja, és akkor azzal igyekeznek bizonyítani, hogy ez ettől függetlenül is az. Aztán, hogyha valaki meg jár Franciaországban, és kimegy egy játszótérre, vagy elmegy egy szülészeti osztályra, akkor hogy olyan látható jelei vannak annak, volt hogy egyébként, alapvetően, hát játszótéren mindenképp szülészeti osztályon nem, de tudom bocsánat. Azt, és láttam azt, hogy tehát magam is tapasztalom, de most nem a saját tapasztalataim, mert ebből szempontból az érdekes. Igazából hivatali úton volt egyébként, tehát persze, csak tehát, olyan tanulmányi úton volt esetleg megnézni a francia családpolitikát. Van például nagyon komoly olyan népesedés kutatóintézetük, családpolitikai intézetük van, ahol önnek a vezetőjével tárgyaltam, aki évtizedek óta ezen a területen dolgozik, és ezzel foglalkozik. Tehát náluk is van valamilyen fajta folytonosság tudományos szempontból ezen a téren, de a prioritások változnak kormányzati ciklus változásonként, nem mindig egyformán hangsúlyos a családpolitika. Azért még mindig azt mondhatom, hogy Franciaország azon országok közé tartozik, ahol azért igen, van egy jól kifejlett rendszer, például most konkrétumokat mondok, a családi adókedvezménynek a rendszere. Ugye? Arra mindjárt átérünk egy, igen, külön akartam kérdezni, ez egy borzasztóan izgalmas rendszer a francia, csak annyit mondjuk el szerintem a nézőknek, hogy a statisztikai problémák ugye Franciaországban azért vannak, mert nagyjából annyit lehet megkérdezni, hogy apuka meg anyuka hol született és milyen állampolgár, mert arra nem nagyon lehet rákérdezni, hogy maga az illető. A semmit, tehát azért is kicsoda, micsoda, és igen, tehát hogy azért ezek egy ilyen abszolút hálás vita téma, és most holnapig itt ülhetnénk beszélgetve róla, mert hogy nincs ilyen adatgyűjtés. Mindjárt rátérünk az adózásra, csak előtte hagyj kérdezem meg, hogy ön szerint van-e összefüggés a között, hogy a francia nők foglalkoztatottsága nagyon magas. Én egy ilyen teljesen hihetetlennek látszó 85%-os adatot láttam, gondolom ebben a részmunkaidőben dolgozók is benne vannak. Nem ilyen magas, 70% 70% alatt van valahol. Azért egy döbben, ez túl magasnak tűnt. Ez egyébként nagyjából majdnem ugyanakkora, mint Magyarországon. Uh-huh. Tehát hogyha megnézzük a nők foglalkoztatottságát a teljes női populációra, akkor
közel azonos a két mutató, sőt munkanélküliség szempontjából mi jobban állunk lényegesen, mint a franciák, de egyébként viszonylag magas náluk. A különbség Magyarország és Franciaország között abban van, hogy a franciáknál az egészen pici gyereket nevelő nőknek sokkal magasabb a foglalkoztatottsága, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon mondjuk a 2 év alatti gyereket nevelő nőknek a foglalkoztatottsága 11-néhány%, kifejezetten alacsony, míg a franciáknál már ez a mutató is 60% fölött van. Tehát ott itt óriási a különbség. A szülési szabadság rendszere is abszolút más, milyen, tehát korábban mennek visszadolgozni. Korábban mennek egy picit visszadolgozni. Na, térjünk rá erre a családi adózás. Ez borzasztóan izgalmas. Ugye nálunk rengeteg vita volt erről. Nálunk a családi adózás és a családi adókedvezményekkel oldották meg. A franciáknál viszont addig, amíg nem volt forrásadózás, ugye most majd lesz, erről is talán beszéltünk pár szót, addig tulajdonképpen egy olyan háztartási adózás volt, ahol összeadták a háztartás jövedelmeit, és mindenféle, hát, hogy is kvócienseknek hívják ezt, tehát osztószámokkal kiszámolták, hogy akkor mennyi lesz az adóalap az alapján, hogy hány embert és milyen státuszú embert tartanak el ugyanabból a jövedelem tömegből. Mi volt az oka annak, hogy nálunk ezt az egyszerűbb adókedvezményes változatot valósították meg? Tehát mi szól a franciás ellen? Valami biztos szól, mert hogy ők is kijönnek ebből a rendszerből. Nálunk ugye progresszív adózás van. Tehát ez azt jelenti, hogy magasabb jövedelmi szint sávosan, magasabb jövedelmek után magasabb adókulcsal kell számolni, tehát magasabb adókulcsal fizetik a személyi jövedelemadót, és hogyha belegondolunk, akkor igazából ez a kulcsa, hogy ugye egy ilyen progresszív adózásnál van értelme összeadni, és van értelme elosztani, ráadásul ugye az is megjelenik nagyon jó, logikusan és jól szerintem, hogy az első gyerek az még csak félnek számít, a másodiktól már minden gyerek, mint hogyha teljes értékű családtag lenne, tehát az osztószám az annyival növekszik náluk, de egy progresszív adózásnál ennek azért is van értelme, mert akkor egyszerűen lekerülnek egy jövedelem szinttel, vagy kettővel, vagy hárommal alacsonyabbra, és ettől a jövedelem adó kulcsa lesz már alacsonyabb. Tehát itt van értelme, ahol egy ilyen flat rate van, tehát ott, ahol egy egységes adókulcs, egy kulcsos jövedelem adó van, ott igazából ennek így nincsen jelentősége, és mi így valósítottunk meg egy olyan rendszert, amit én bátran mernék családi adózásnak nevezni. Csak attól, technikailag más. Mert megosztható, tehát ugye ugyanúgy igénybe veheti nálunk és az édesanya és az édesapa, a kettőjük jövedelmének arányát azt ők maguk döntik el, tehát igazából lehet az, hogy egy meghatározott részt az egyikük vesz igénybe, a meghatározott részt a másikuk, ilyen szempontból tulajdonképpen összeadódik a jövedelmük, és mind a ketten igényelhetik belőle a kedvezményt, és tekintettel van a gyerekek számára is az adó, vagy ennek a személyi jövedelemadó kedvezménynek a mértéke. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy minden olyan fontos jellemvonása a családi adózásnak, az igazi családi adózásnak megvan nálunk, aminek meg kell lennie, csak ennyi, hogy egy más típusú rendszer, tekintettel az egységes adókulcsra. Azt mondja meg nekem, hát ha ön tudja, hogy az államnak miért jobb a forrásadózás? Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy hát ezek a franciák milyen szerencsések, megkapják a bruttó fizetésüket, és a következő évben befizethetik az adót, és ez egy tudatos dolog, hiszen az a pénz is a kezemben van, amit utána adónak befizetek. Ez nagyobb kockázat az államnak, mint az előzetes levonás? Tehát miért lehet az, hogy ezt a viszonylag jól működő rendszert a franciák most megbolygatják és bonyolítják, mert ugye most mindenféle külön adókulcsok, külön jelentések, külön nyilatkozatok, anonimitás, nem anonimitás, de borzasztóan bonyolult rendszer jön létre, és megszűnik ez az állampolgári aktus, hogy én fizetem az adómat. Hát egyrészt szerintem sose jó a bonyolítás. Tehát én alapvetően az adórendszer kapcsán mindig az egyszerűsítésnek vagyok a híve. Egyszerűen az emberek azt szeretik, hogyha egyszerű szabályokhoz kell alkalmazkodniuk, és ezt a logikát követik. Ilyen szempontból egyszerűbb, ha nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert levonják. Abban is van valami, de szeretik érteni is azt, hogy mi miért annyi, amennyi. Tehát van egy ilyen igény is. Ez is igaz. Úgyhogy nem feltétlenül fogom tudni megmagyarázni. Összefüggésben lehet akár, nem tudom, ez most csak az én tippem, az ő esetükben akár a jelenlegi adatok, akár növekedési, de elsősorban a költségvetési hiányadatokkal, most azért az ugye nem büszkélkedhetnek. Biztosabban garantálható a bevétel? Hogy, hát így meg gyorsabban jön, tehát ezzel tudnak valamelyest nyerni a költségvetési hiány szempontjából. Most ugye ők nem állnak jól költségvetési hiánynál, még túlzott deficit eljárás is akár lehetne a franciák ellen, ha nem ők lennének a franciák. Bár most harcoltak azért, hogy a 2,8 körül legyenek. Hát harcoltak, de azért amennyi
amennyire tudom az előrejelzéseket, azért nem állnak nem, jó valóban. Nagy összeget nem tennék fel arra, hogy biztos, hogy 3% alatt tudnak maradni. Igen, ez kockázatos. Ami engem még nagyon érdekel, és amiről nagyon sokat beszélnek, ez a francia óvodai bölcsödei hálózat. Ugye van ez a rettenetesen cinikus és ízléstelen vicc, hogy fekszik a párocska, és már telefonál is az úr, hogy szeretne helyet foglalni a bölcsödében, mert hogy ennyire nehéz bejutni, de mégis azt mondják, hogy az óvodai bölcsödei hálózat az kulcsa annak, hogy a francia népesedési helyzet olyan, amilyen, mert hogy lehetővé teszi a családoknak, hogy hát bizonyos gondozási terheket levegyen a vállukról. Most arról nem is beszélve egyébként, hogy az oktatási előkészítésben mondjuk az óvodának milyen szerepe lehet, de hát mondjuk ugye nálunk is most már kötelező az óvoda. Mi az, amit el lehet tanulni ebből a francia rendszerből, vagy amit el lehetett tanulni, azt eltanultuk-e már? Egyrészt tartományonként is vannak különböző gyakorlatok a franciáknál is, tehát nem mindenben egységes, de ott van a 3 éves kortól kötelező óvodának a jól bevált gyakorlata, amit ugye most már mi is bevezettünk itthon. Szerintem ez is egy kifejezetten olyan dolog, ami szociális szempontból egy pozitív hatással bíró intézkedés, és ezért mi is Magyarországon átvettük. Nem is nagyon vitatják egyébként. Nem, és látszanak is a pozitív jelek, de persze a pozitív jelek igazából 15 évtizedek alatt fognak majd látszódni, de ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. A másik hasonlóképpen az a kiterjedt bölcsödei hálózat, ez tényleg a franciáknál nagyon jól működik, kell is, mert ugye dolgoznak a nők már az egészen pici gyermek mellett is. A különbség nálunk az, hogy nálunk ugye ez nem megterhelő a család számára, tehát azért ott ennek költsége is van nagyon sok esetben Franciaországban, míg Magyarországon többségében nem fizetnek egyáltalán bölcsődei ellátási díjat a szülők, valamennyit fizethetnek, de ez is egy sokkal kisebb terhet jelentő tétel, nem beszélve arról, hogy az ételt azt ingyenesen kapja a bölcsödéseknek a legnagyobb része, ami Franciaországban megint csak nincs így. Tehát én azt is mondhatom, hogy átvettük az ő jó gyakorlataikat, csak még fejlesztettünk rajta, meg a magyar viszonyokhoz szabtuk, de az, hogy fejlett bölcsődei rendszer van, ez kulcsfontosságú a gyermekvállalás szempontjából, még akkor is, hogyha Magyarországon jellemzően azért 3 év alatti gyermekek szülei sokkal ritkábban mennek vissza dolgozni, de az igény ott van, és azt szeretik a nők, azt a biztonságérzetet, hogy ők dönthetik el, hogy hogyan legyen. Áll még az a statisztikai összefüggés, ami hosszú évek óta állt, hogy minél inkább rugalmas ebből a szempontból az állami szolgáltatások rendszere, tehát lehet dönteni, ha menni akar az ember dolgozni, akkor vissza tud menni, annál jobb a népesedési helyzet. Ugye régen, egy jó 10 évvel ezelőtt ez egy létező összefüggés volt, hogy ahogy az állami szolgáltatások csökkentek, és általában északról délre Európában, úgy romlott a népesedési helyzet az állama még. Abszolút igaz az. Egyrészt fontos a kiszámíthatóság, a stabilitás is, és a rugalmasság is. Tehát a kettő kívánalomnak egyszerre kell megfelelni, hogy egyfelől tudják azt a fiatalok, hogy számíthatnak támogatásra, segítségre a gyermeknevelésben, másfelől pedig azt, hogy rugalmasak a megoldások, rugalmas abból a szempontból, hogy mennyit marad otthon, mikor megy vissza dolgozni. Rugalmasnak kéne lenni abból a szempontból is, hogy hogyan megy visszadolgozni, hogy esetleg otthonról végzi azt a munkát. Ebben mondom azt, hogy még a franciáktól is például van mit tanulnunk, sokkal magasabb ott az atipikus foglalkoztatottság, mint Magyarországon, de általában itt az Európa nyugati felében ebben előrébb járnak, mint mi Magyarországon, de fontos az, hogy ilyen típusú rugalmasság legyen, hogy minden élethelyzethez tudjunk alkalmazkodni, hiszen minden családnak más-más körülményei vannak, más-más döntési pontjai. Államtitkár azt mondja, most kérem, hogy tegye át a másik sapkáját, a Fidesz alelnöki sapkáját. Egyetlen egy kérdésem van még, a francia republikánus párton belül hatalmas vitákat okoz az európai politika, és ezen belül a magyar kormányzat politikája, úgyhogy hát azt gondolom, hogy a leghivatottabb frankofil, frankofon személytől kell megkérdeznem, hogy mit gondol arról erről a vitáról, ami a republikánusokon belül zajlik. Ugye Laurent Wauquiez pártelnök, ő azt mondja, hogy a Fidesznek, Orbán Viktornak minden helye megvan az Európai Néppártban. Mások ellenfelei, ugye a párton belül is hatalmas viták zajlanak, mást mondanak. Tudnak-e erről többet, mint amit az újságban lehet olvasni, és egyáltalán mi a Fidesz álláspontja ezzel kapcsolatban? Egyrészt én sajnálom azt, hogy megosztottság van a republikánus párton belül, és ismerem ezeket a nagyon éles vitákat. Azért is sajnálom, mert nekünk
mindannyiunknak érdeke egy erős republikánus párt Franciaországban. Nekünk a testvérpártunk a republikánus párt, élő jó kapcsolatok vannak közöttünk. Most a közelmúltban találkozott is a pártelnökünk, miniszterelnök úr a Laurent Wauquiez-val is, tehát köztük is van már egy élő kapcsolat. Úgyhogy nekünk érdekünk, és fontos az, hogy a francia republikánusok erősek legyenek. Sajnos az a megosztottság, amit hát nagyon sok minden okozott, most erről hosszat tudnám beszélni. Igen, belső problémáik is vannak, majd egy külön műsorban. Tehát ez tényleg lehetne sokáig feszegetni, az semmiképpen nem kedvező. És hát ugye ott van Macron, és a vele való szembenállás, az is egy nyilvánvaló szükségszerűség is, és itt én úgy gondolom, hogy nem csak ezen a ponton, hanem általában is megvan az értékbeli közös alapunk, amin alapulnak, vagy amire épül a mi jó kapcsolatunk egymással. És az, hogy a pártelnökük, Laurent Wauquiez, ő sem nyilvánosan, sem nem nyilvánosan, soha nemhogy nem fogalmazott meg kritikát miniszterelnökünkkel szemben, hanem ő azért elég határozottan kimondja azt, hogy ugyanis említette, hogy Orbán Viktornak helye van az európai politikában, sőt, fontos helye van. Ő valamelyest beszorult abba, hogy most ugye pont tegnap találkoztak a Merkel kancellárral is, tehát neki azért a francia, a német tengely, ismerjük ezt is, ezt a szükségszerűséget, hogy ott sem rúghat fel, és nem is rúg fel mindent, neki egy pragmatikus viszonyra kell törekedni a Németországgal is, illetve az ő testvérpártjukkal, hiszen mégiscsak ő lenne a Merkel kancellár partnere, ezért föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy amikor mondjuk a Merkel látogatott Franciaországba, akkor nem vele, vagy vele nem találkozott, tehát itt egy nagyon, nem bocsájtó, igen, nagyon, nagyon összetett problematikáról van szó, ami a mi szempontunkból fontos, hogy nekünk a republikánusokkal kifejezetten jó kapcsolatunk van, rendszeres kapcsolatunk van, és én úgy látom, hogy a republikánus párton belüli megosztottságnak adott esetben lehet akár eszköze az is, hogy Magyarországot is napirendre tűzik, de ez nem rólunk szól, ez róluk szól, és gyakorlatilag a törésvonalat keressék adott esetben egymás között minden témában. Erre lehet alkalmas a Magyarország témája is, de ez nem azt jelenti, hogy a republikánus pártnak bármely szereplője, a mi tudomásunk szerint legalábbis velünk szemben valódi kritikát fogalmazna meg. Tehát akkor önök érzik azt a stratégiát, amit itt Wauquiez-val kapcsolatban lehet olvasni, hogy ő akar lenni az a fickó, aki Merkellel is tud beszélni, és Orbánnal is tud beszélni, és egy ilyen integrátor akar lenni az EPP-ben? Igen, ez érződik az, hogy van hogy ezt szeretné. Egy ilyen típusú törekvés, de erre azért óvatosan mondanék igent vagy nemet. Én ezt nem tudnám megítélni, hogy ő ilyen értelemben milyen szerepet szám magának, vagy milyen szerepet keres magának. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy az ő elsődleges feladata az most nem az, hogy Európában rendet tegyen, hanem az, hogy Franciaországban meg tudja erősíteni a republikánus pártot. Tehát én úgy érzem, hogy az ő feladatai elsősorban most belpolitikai jellegűek, és mindenkinek az az érdeke, hogy a republikánusok ismét erősödjenek meg, és ugye náluk azért egy gólyi hagyományon alapuló pártról van szó, egy olyan, vagy ehhez az értékrendhez tartják a mai napig magukat, és egy nagyon éles választóvonal van köztük és a szélső jobboldali erők között. Tehát az, hogy ők ebben a térben hova pozícionálják magukat, és engedik el, hogy mondjuk az Ammárs az vigyen el tőlük érdemi szavazóbázist és politikai erőket, ez semmiképpen nem érdekük, és ezért azt hiszem, hogy a jövő évi európai választásokon nagyon fontos lesz az, hogy ott hogyan néz ki majd a hatalmi helyzet, vagy hogy éppen hogyan rendeződnek át a támogatottsági szintek, és hogy ott tudjanak ők olyan erős üzeneteket mondani, és ez nyilván a migráció egy kiemelten fontos téma, de egyébként a családpolitika is lehet egy nagyon fontos téma, az egyes szám most szerintem mindenképpen a migráció, amiben ők jól definiálható módon, a választók számára felismerhető módon sem nem a szélsőjobboldali retorikát képviselik, sem nem a Macron félét, tehát hogy tudnak egy olyan markáns politikai erőként megjelenni, amely valódi támogatottságot tud szerezni az európai választásokon is. Nekünk ez az érdekünk, mi szeretnénk, hogyha a néppárton belül lenne egy nagyon erős francia republikánus erő is. No, hát meglátjuk. Jöjjön vissza máskor is, amikor kiderül, hogy mi lesz a republikánus párttal, és beszélgessünk róla. Ennyi fért a mai műsorba bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen az érdeklődését. Még egyszer köszönöm önöknek is, köszönöm a figyelmet. Ez volt a Francia Politika mai adása. Tudják, a franciapolitika.com-on és a hetitv.com-on találnak mindenféle tartalmakat. Nézzék, olvassák, találkozunk a következő alkalommal. Viszontlátásra!